mindenki, aki most voltam nem hallott, most fog hallani. Na akkor most nagyon-nagyon fogom úgy mesélni a dolgokat, hogy most a hidakról mesélünk, a budai oldalról, és azért néhány házról, ami ott még kimaradt. Már is indulunk, és akkor félbe hagytam ott a Vörösmarty, illetve most a Roosevelt téren, amikor ott a nagyon szép fasiszta épületek voltak, és a, meséltem ott a Nákóházról, ami helyén most van a Gersem. A Gersem van a négy évszak szálloda, Twitteron mondtam, és vágó tervezték szezetciós stílusban, és a régi házról mesélek, a Nákóházról, arról is meséltem, a Nákó János és Nákó Kristóf, azért kell tudni, Nagy Szent Miklósról való földesura, ilyen makedon származásról, akkor fél a görög származásról, és abban a házban annyi minden történt, amit már elmeséltem, hogy ott volt a Borsorszat, az volt, meg a Széchenyi Fürtöztettem, meg az volt, ott volt a Marasztorinak a minden az első olyan felsőnek, akik ilyen rossz is járt, meg Zicsi is tanult nála, hanem most érjünk vissza a közából hidra jogra. Előre hidról volt szó, a színházról volt szó, de Siklós Mária, és Abodóki Gábor, a tervezője a MIPA-nak, a színházi Siklós Mária. Siklós, nincs a régi nevetű, és a közából hidakról pedig nem már csak álmodozni lehet, mert már nem lesznek mondva. Most a Kordóra visszatérve, ott egy olyan szálloda az Európa szállodáról meséltem, és volt a Donetszház. A Donetszház, ami még megmaradt, nem tudta a háborús időket, meg se tudja helyrehozták, hogy most a pénzelszámolási, mint amilyen társaságban szávnak hívják. Szóval a Donetszház azért kérdekes, hogy az Kálinszki tervezte is fog. És ott volt először lépcsőház, lift csinálva, lift, és az apósor belefutjan, tehát megvolt az a ház földön avatva, és az sajnos a fogbácsi belehalt. Most az a ház, a Donetről azt kell tudni, Michael Donet, Ugrócon, Morvaországos iránt az első bútorgyárat, amilyen gőzzel meghajtott bútorok voltak, akkor nagy divat volt. Minden modern Donet székkel rendezte be a szállodáit és a más ilyen éttermek is. Tehát a Michael a Donetnek a háza még most is áll. Ez az egy. A Vigadóról is kell meséljek. A Vigadó, amit most látnak, ez a Vigadó. Ami előtte volt, mint a Henszi lerobbant, az volt a Vigarda. És akkor ez a régi, vagy a Vecsisnak hívták, az a régi 833-ban készült, azt pedig a Polák Mihály tervezte le, hogy a Fazitista építészünk. Ezt meg a, amire romantikus, ezt a Fresz Mihály tervezte. Abban a régi épületben hangzott el 1849. június 6-11-ig tartó első népképviseleti országgyűlésed, amikor felállt Kossuth és azt mondta, kell nekem 200.000 újon és 42 millió forint a szabadsághoz megnyerésére. Ezt az megszavazták is el, Kossuth mit mondott, levonulok a nemzet nagysága előtt. Tehát ez egy híres épületünk volt, ezt lerobbantotta le, így föléjett a rend idejébe, és majd a 49-es, vagy a 65-ben lett kész az új, amit most látnak. Most az a féteféle hatalmas ünnep után álmot most azt mondja, Magyarországnak hívják, áll egy szép Shakespeare szobor. Az Avoni hattyú, az Evőni hattyú, ahogy mondják, az pedig nem Ballarat, ez egy ausztrál város, ahol aranyat találtak, sok emberről kivándorolt, és az a Mészáros Andor nevű magyar építési szobrát is kivándorolt oda, és megcsinálta ezt a szobrot, és ennek a makettje még megmaradt a családunk a fiánál, és ezt az anyag makettot hozták vissza, megengedték, hogy megcsinálják most ebből új volt, és pedig mostan Mihály Gábor építőt csinálta meg, amit most látnak Széchenyt, de Széchenyt, mint egy belépővel, egy színház, egy belép egy műsorra, olyan letérdelős színész látunk. Na most akkor még a tér, ahol láthatjuk majd a Marton Lászlónak a kis a királynány nevű szobrát, aki még azért érdekes, mert ebből a japán császár is rendelt, és itt volt nálunk a kávéherceg és a Diana hercegnő, a kettesen utazta végig a Margit hídtól, ahol most mi megyünk. És akkor ők is ebből rendeltek egyet. Ők meghívták a Marton Lászlót, hogy azt mondta, hogy nagy származásuk, hogy van egy ilyen szobor a szülővárosában, tehát ebből a szoborban nagyon felkapott lett már, hát több másolat is kész. Na most aztán átnézünk mindjárt a másik hídra. Előttünk látszik a Petőfi híd, vagy Horthy hídnak hívták. 27-33 között készült, Kosalka János a főtervező, mert többen is voltak körülötte, a Werner Gyula, a Dávid és a Bekel József építészek. És ez a hídünk, ez 604 méter hosszú, a lejáróval együtt. Háborúban először rontották, aztán utána felállították. Érdekesség az, hogy a híd túlsó lábánál, tehát a Petőfi híd túlsó lábánál, ahol most a műegyetem, ott volt egy olyan leszálló pálya, a Bizer, egy ilyen hidroplán, aeroplánnak hívták, amit Endres György is vezetett, ez a leszálló állomás ment Bécsbe és Balatonra. És a Bizer pálmakra lett meg tudó szárnyaznak is repülni. Endres György 31-es új hullandból. Magyar Sándorral átekülték a Rózeát, és büszkén
irányban. Egy évvel később mentem Rómában egy kongresszusra, ahol Itóriánál sajnos lefutyattak. Ez egy óriási veszteségünk volt, de rendezőt annyira említem, mert térben vezette ezt a hidroplánt, ami a hídnak a túlsó lábánál a leszálló állomása. Ez egy érdekesség. Most ez a tér a Horánuszról meséltem, hogy egy görög származású volt városatja, és ő mondta azt, hogy a város elvében legyen városliget, egy szórakozóhegy, ahol aztán épültek a szállodát, a vendéglők és a kocsmák. Egy ilyen kocsmára az volt írva, az ijeszti nő. És mi volt még hozzá írva reklámnak? Itt a világ közepben, hanem itt egy gyere be. Jó kis reklámot, kőd itt a pénzt. De egy érdekességet mondtam. Na most az is érdekes még, hogy amikor itt a budai oldalról volt sok régi vendéglő vizévárosban, a Tabánban, a Három Nyúl, az Örszőlőfű, aztán a Fejérhár keresztül a Falkcsaládé volt, és ott volt egy laktanya, ami mostan már a Szent Florián templom hámögötti részen nincsen meg, ezt már így lemondották, de ott akkor a bakák énekeltek, mit énekeltek? Átadott ide a szél. Mikor kosúr volt az atyánk, tiszta József volt innunk atyánk. Most Ferenc József az atyánk, nincsen sem innunk sem gatyánk. Ez áthozta a szél ide ezeket a kis kombi dalokat, csak egy munkásságképpen elmesélten, ne unják az utat. Aztán még sok érdekesség van a túloldalról, lakosló oldalról. Na most itt a Horáros tér, van egy szobor a Horárosnak, ugye bár a Borkinérő Horárosnak, itt az a Varga Tamásnak, a Varga Tamás alakítása. Itt van lent a lépcsőknél, egy jó kövér bácsi, éppen egy bort méretet, de hát a görögül Horáros János volt. Most látjuk előttük a Gellérhegyet, és a Gellérhegy az 235 méter magas, tudom, itt Dolmárgában épült be, és régen már Kelenhegynek hívták, Kispestélynek is hívták, és Botorkányhegynek is hívták, valamint a kispesti város is alatt az erőt el. Most a Szobrák fönt, Viszor és Rokzsigon tervezte, ez egy szombathelyi ápolónő volt, nagyon jó alakú volt, és ő kiszúrta az utcán, mondta, Szobikám, legyen nekem az ideálom, lesz magából egy szobor. Aztán a nőnek olyan kicsi, hogy nyugdíj lett, hogy a cikkben olvastam, reklamálta, hogy viszont hűány alakot ide föl a kiszúrra, és nekem emelni föl a nyugdíját, fejének nem tudom, fölemelték vagy még élek. Egyet az érdekesség, hogy a fizetőket elvitték, ami mellette volt, de fönt a Citadella épülete, ami most van, az Kátszerik Ferenc szervezte, ez itt a Emmanuel megbízására, ez volt, hogy a város sokban tartja a forogó rebelizmust. Most azt kell még tudni, volt egy nagyon szép csillagdal, volt az államban készült, tehát két utána úgy is hittem, és a három császár, amikor itt járt 815-ben, akkor bökeresték ezt az új csillagát, amit tulajdonképpen a Franz Kükvon tervezett, és a Paszkus János volt akkor a csillagászunk, de a Bólai is játszik. Na most azt is kell tudni, hogy hát a csillagdal hát már nincsen meg, hogy a Gauss-tal is az a pap is levelezett, és mondjuk, hogy a Gauss szerintem elszente a mi bolyainknak az eszélyt, hogy így mondjam, mert voltak sok viták és levelek, de mindesetre a mi erdélyi bolyaink a kettő jeles matematikus volt. Na, akkor most megint a Nirvartnál vagyunk, és megyünk be fel, most rálátunk a közgázra, ami most a Corvinus Egyetem, azt mondtátok, és akkor ez volt a fővelmár. Most Imrek egyik legszebb munkája, Im Miklósnak áprilisban lesz a születésnapja, most készülünk éppen cikket írni róla, 120 éve, ahogy szülő, hogy meghalt, 84 az született, és 981-ben halt meg. Az Operaház, a Fővámház, a Fóti Kastély, és sokat sorolhatnék, amit az ő anyából pattant ki a tervezés. Ő először romantikus építészként kezdte, majd átment a neoreneszánszba. Ez egy neoreneszánsz képlet, amit most látunk. Ennek a tetőszerkezetét a Schlick Ignáci telezte ki, míg a belső, ha bemennek oda a zsigongóba, annak az oszlopait a Ganziát csinálta, míg a lámpákat az Ötli Mihály készítette. Egy csuda épület volt, mert alatta a Duna van az egyik képem, a Dunáról be lehetett menni ilyen rukak vannak, csónak, és a csónakkal bennük tárgyakat, illetve árukat lehetett vámolni, ez a fővelmás. Na most látjuk a déli egyik raktárbázisunk, nagyon szép épületünk. Tényleg értünk, és a Krajcsik Istenek a nevé a munkáját kicséri. Tehát a sóház, az a kisebbik ház, a sóház, az a régi sóház, az nem volt, nem ez volt az egy új ház, hanem ott a fővásár csarnok mellett lévő délre volt egy nagyon kis földön csüppet barok ház, az volt a régi fővásár sóház. Azt is lemondották, a valónkó ennek a helyén volt, azt is vezetötték, ez volt a Mészáros út, akkor azt is vezetötték, jó, hogy két méterre, emellett volt a az új körút. Az embernek a lefele, a Keszkenyéti út lefele, ott a Keszkenyéti kapott 1736-os időben bontották le, mert a Bárti volt egy városkapu rész, itt volt régen a Belgrádi kapu, középen volt a Vizi
kapu, ez egy kis szakasz, ez egy kisebb kapu volt, mert nagy kapu volt a Kecskemétjátán, a 60-60 asztúrián házat 808-a bontották, tehát ez volt a Mágyászúri városfal, a Kiskörútnak kicsit a vonalat. Most elmegyünk a Lufra megint, most eszenek nézni jobbra, egy egyébként egy neoreneszáns épület, egy nagyon kínó gyönyörű munka a Miklósnak, ez a kis ruhát, és akkor most csöndbe ezek egy kicsit. Még azt kell tudni, hogy elmegyünk a Gálvin térre, hagyjuk az ágyú korlatot sokkal csinálni a tér környékét, van a centrum, itt a Hobbit térkezett el tervezni, ez az egység volt a török temetni, vagy ez a fejélet a kálvinista központ. Most van centrum, hogyha a Hobbit térkezett el építeni, majd a hívődő csinálta az első portikusát, és mehette volna a Rotemüllernek a ház, aki nézze volt polgármester, persze ő kezdeményezte azt, hogy és egy nekart legyen értem, mi se a városi templomban. Ezt ő indította el mindjárt, még akkor április, amikor meghalt 86-ban az éjszak. Most a másik érdekesség, mellettem van a két oroszlán fogad, ami még megmart, most a reformátusoké. Annak a belső udvarán van az a száva szépséges leányszobor alap, ami a Danubius kultból az eredeti, azt meg lehet nézni, mire is volt a kip tervezte a szobornak, három szép lányalakja, de a Danubius Isten fönt, aztán a száva, száva és a tisza. A tisza az halászott, a drávakkal úgy gyűjtött, nem mint a lányalak, és a száva eszébe se jutott dolgozni. Jó volt a legszebb, miért dolgozom, mert a fiúk dolgoznak. És ez a szobor maradt meg a Kármintén udvarán, az eredeti szobor, hogy utána többször átfaragták, amit postáltunk az eljátérni, az a Győri Dezső faragta át. Ez egy belső rész. Na most akkor ide nézzünk újból a Gellért helyre, alatta vannak a fürdők, az egész budai egység lábánál vannak a gyógyfürdők, ahol fölfakadnak a vizek. Ez például itt is a Sáros fürdő, ez egy radioaktív fürdő volt, és mindenhol meleg vizek jönnek a felszínre. Ez régen a Sáros fürdőt, a Gellértet Sáros fürdőnek hívták, és Szegedűs Ámisztár Izidor, és Szeresén Artúr tervezték, hogy először szefesziós épület fürdőt, és tárultak egy személyet. A másik régi, hát örök fürdő, amit úgy hittak, hogy Dörgoszapos fürdő, ez volt a Rudas fürdő, ami van a Esmerci lábánál, ahol most Trozonon van az Iszi szobor, és ennek is Ibrahim nyúlt bele az épületébe, a közbözi magját itt terveztek. Na most akkor itt még azt is kell tudni, mert nem mondtam, itt a jobbra most, ha megyünk, kimaradt, a Bárok Balak utcánál a Haltérről meséltem részről, viszont a, itt akkor a sarki házatok, a helyén lévő házban lakott a Forrainé, Báronné és Rózvik Junika, az egyik hatatlan kertes, ugye sok volt a Bödovennek, a gyönyörű szép osztrák féklány is, és tovább, még a Terézke is azt hitte, mindenki azt hitte, hogy őt szereti. Lényeg benne, hogy ez volt az első olyan pesti bölcső, de 831-ben lett két magad Terézke, az már 21-ben csinálta a Lidó utcába Pestre. Hát itt a Forrai ház, a sarki sárgázról szent, annak a helyi ház. Megemelik össze Krinyi Jóska, az Ifabeltel, János Ifabeltel állói Krinyi Jónak jött a 12 pontot. Irányi Dániel, aki nagyon elvezve az utca pedig nem volt. Pestnek, Budának, a teljhatalmú kormány biztos a 48-ban, mondom vissza meg. Ő már is a Nesbetinnál vagyunk, a régi Erzsébet írat volt, 233 méter, ez is annyi körülbelül. Azt tekerül, hogy Aurél és Kertök Antal, mögyetek a tanárok tervezték, az illetve legszebb így volt, 926-ig a felszámolsága, a tévességében az 280 volt a víz fölött, az volt a, nem volt neki pillére, csak a parton. Azt mondta a Ferencős, hogy ne legyen neki pillére egy kis írkültek, a legszebb írunkot, találatos írunkot. Ez a hitetet pedig nem már sávon jött, már tervezte, 64-re hagyták át. Ez a nagy jövendő szembe velünk, ez az Erdinek a háza volt, most azt visszakapta az egyház, ezt az ücsütelzőt tervezte, ahogy vannak a bőrjel. És ő most úgy adták fel, nagyon szép, az a kicsi szervház, legnek öreg már a Pesten baroképület, ez volt az Ázsai vendég, de most már 200 éves. Ez a sarkját szörnyen látni egy dombor, ez volt a Megyesztai Hiva Különzinál, Szátszóköpet névi dalomnak meséltem, hát közébi zelmények, ez volt a Jösszerzárát, amit a mögöttel lévő sarki házban, most modern házban álljon abban lakott, és ez volt az Algyunosor. És ennek ahol most legyünk, vagyunk, ez volt a Kárton, ennek helyén volt a Kárton, ahol lejutott a Forzsajáró egyre. A Szent Göztő kávéházba, a Szegési Betyöfi kávéház, és ott a Körgyi Csinek, a Forzsinak is kávéháza, nagyon sok híres hely. Kicsit át a Heltai, hogy mit tudom én, azt tudom neki vagy, szóval itt hangzott ez a Pársú, hogy itt hangzott de. De most a Torsok oldalra nézünk, hát akkor látjuk a itt tervezte Viszivattyú házát, a Bárki Józkot, majd látjuk ott a tesztőházat, a déli tesztőházban lakott Clark Ádám, annak a helyén lévő házban lakott a Clark Ádám, és megnek bizony a saját háza, a Kosztümszó utcában. Most ez a felső, már a Várnál tartunk, a Várnál pedig nem, már ez az idejében Borracsa gimnáz, Bodátori Pláti, aztán
Martin Ennyi tervezte, illetve Fidemre tervezte a libretteket. Majd, amit most látunk, az Hausmann és Rigi oldalat Ibré, a kétányi rész, de már azt jelenti, hogy már háború valami megsérült, meg az idősen állni hozta helyre. Látom egy szép szoboskát itt jobbra, az ürgerőtők, azt szintén a sikriát öltötték ki, Szegyei Károlynak a munkáját. Ez a Tonent Ávány, most jobbra van, hogy megmaradt a Pénzki Harmad a háborúban, és ez volt a 106 ezer tudott élete, a legtöbbet tudott meg az Európa szálló, csak a Gyorszalat hozott, ez hozott 106-at, míg a Korti Ház 60 ezer tudott egy évbe a gazdájának. Most a visszaféle évben, a most már nem majd a segít, én egy időről már meséltem, és ez a korlát itt mellett, amikor szemfélyes tervezte, ez úgy már kívül munkája. Látjuk a láncidat, láncidunk az egy bombásidunk, az első volna élem itt a Dunán, az egy Regensburg az egy kövér, azt a rómaiak csinált be, míg a koronánál a Trojanusokkal így azt lebontották, az volt még kövérből, és utána ezért. Tehát ebben a modern időben, a reformkorban, ez az egy kövér volt itt a Dunán. Dunán 28 km hosszabb folyik a Dunán át, 31-ben, 32-ben már megvolt az ideiglet, 35-ben megszavazták, hogy pénzvezetünk ért, az urak is megszavazták, hogy idván pénz lesz, ami nehezen ment, majd 37-ben már megvolt a Sinavára, hogy kiadja a pénzt az építkezésekre, és utána 40-ben megkezdték a munkákat, 40 át ment a szölöpözés, és James Tuesday volt az az építőmester, aki a török belül mester, aki lerakta a szölöpöket. Na most nézzük vissza a télre, most látjuk a Gresham falot, de hát a Metropolitan háza, ennek helyén volt a Péter szülőző, vagy a Herber szülőző, a Livasi Ciliát, mellette volt a NATO ház, most van a Gresham, és a Ronda Fenolt ház, a Fityó, ami Revalvala ház, ennek helyén meg volt az Európa szálló. Marko Kasabian, de éles szabátok voltak a szobormásolatai, és a használtat szolnálásból, igen, hátak és vállal és Szentkéves és most legyen a Gimler Timor tervezte a modern házának helyét. Ennek a kérdek volna pedig, hogy valami szolnázó fogva, és megkülönítik a a deltáról nézte a Sziszi, a koronázás. Az akadémiát látjuk most, amit először Strasbourgba készült, és Strasbourg képen a Strasbourg tervezte, és a másik emeletet gyomra van az a révai nyelvészünk, egy majarnak volt csak szokra, hogy szokrosoknak, amivel egy nincs tovább, nagyon koszok, de ami révai nyelvészünk, csak ott van a sajban, aki lenéz a Szécsenyére, hogy mióta a házitalítója, hogy fiacskám szokra viszlet. Szécsenyi viszont az a láncezár, ez a lánc, hogy a munkája a lánc. Vamos a matar a
a lángot, az a Lugosi Mária tervezte, az országzászlónak az annak a Szipori Strom Zsigmond, szóval nyújtam mostan ott Harsóház, Felsőház, most ezt a részt használják, a déli részt használják, és a fűtési és a fűtési légrendszerét a területileg, és tegnap tervezte a házam, a Csibányi Csarkolévi házban irányították. És ma olyan házban is voltak, ahol a kéményenek a háznak benyújtottak. Ez a nagyon-nagyon szép kúria épülete, aztán ez most a volt aztán a Néprajzi Múzeum lesz, majd volt a Nemzeti Galériája is. Fönt Senyeinek látjuk a szobrát, Rónának, Senyeinek és Zalának látjuk a figáját. Bent nagyon szép apateóz is van a Lutz Károlyból, és ebben a gyönyörű szép teremben most európai hűvösséget is tartanak, mert az Európai Unióhoz itt székel nálunk fél évig. És itt is vannak előadások. Ez a ház Málai Gyula tervezte, és így hogy Csanyiknek a sótartója. Előttünk van, ez az Egyetem Magyarországi Bányáknak a központi háza, a legtöbb tervezte a gyönyörű szép Visszakovács rácsak, hogy festik egyik legszebb kapujait. Ez a Farkusa utca, amit rám együtt mutogattam, itt a érdemes eljönni, aki eljött, és akkor most kilátunk a Markit felé. A Markitról azt kell tudni, hogy 1872-70 között épült el, ez Gorin francia építész tervei szerint, és a Pilzonok tervezte a szobrokat, aztán a szabad műelbe öntötték ki, amit sokan összekedettek. Na most akkor ez a híd 404 méternek számítódik, és most mindjárt föl, de aztán többször harcas években lesz szélesítve a Mihaly Győző tervei szerint, de Mihaly Győző tervezte később a Árva Kínál is egyik tervező volt. A Margitnál, amikor felszentelték, Jeli a Szent Margit nevet írta a Arany János a Szent versébe a hídavatásban, és akkor nagyon sokan beleugrottak szegények, egyszerű emberek, öreg, fiatal és épére csöndett a hídon, és a Jolai Pál, a Csabelányi 100 éves, hogy meghalt, aztán neki legyen Szent Margit, a Szent Margit a Zamok csapátából elnevezve legyen Szent Margit, akkor még a sziget, az valami sziget volt, és így lett a Szent Margit névűvel. És a 900-ig jut hozzá lejárat a Margit szigetre. Már is szélgeztünk az Otreános épülethez, és előttünk, na most azt kell nézni, hogy látnak ház, ugyanolyan ház volt itt, ennek a helyén, elvitte a háború. Azt tervezte a Vidor Emir, ilyen szép gyújtásszerű megoldással, vagy süveges, vagy fogjahívásnak mondja a szekrólalom. Ilyen ez a ház volt itt, de sajnos szöntem, és nagyon lesz a életére ez a bárház. És akkor nem tudom, minden kimaradt, aki nem tud szégyen a képeimben, nézze meg, hogy miről meséltek, és amit már nem látnak, bebontották, vagy mi az, amit nem lehet ilyen kicsi időben elmesélni. Aki nem tud szana szégyen, akkor tessék kicsit várni, és akkor meg fogok mutogatni. És akkor köszönöm szépen, és hadd fejezem be azzal, hogy őrizzük meg emlékeinket, mert nélkülünk szégyenek a múlt, de velük maradnak a jövő, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kinéztek is, hogy vigyázzatok! Másfős időszakai